Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban itt a képen látható Tillig H0-as román CFR BMEE típusú kocsit fogom nektek bemutatni. Bontsuk is ki a járművet, nézzük meg, mi van a dobozban. A szokásos Tillig csomagolás alatt találjuk a kocsit, ugye ez az újabb átlátszó műanyag csomagolás. Egész jól működik, nagyon jól védi a járműveket. Itt van egy kis fólia alatt maga a kocsi. Így. És itt találunk a jobb oldalt felül némi kiegészítőket. A használati utasításon felül, ugye a kiegészítők azok gyakorlatilag a kis kígyózásgátlók, amit a GP200-as forgóvázra kell szerelni, amit egy kicsit sajnálok, hogy hozzá nem is mellékelnek áramszedőket, úgy mint az Y-kocsikhoz. Nos, nézzük meg közelebbről ugye a járművet. Ez a kocsi, ez a klasszikus kocsi a Tillignek, a lengő tolóajtós járműről beszélünk. Ugye a román vasutaknál is elég sok ilyen kocsi szolgált, GP200-as forgóvázzal rendelkezik, ez egy nemzetközi forgalmú fülkés kocsi. Hát a Tillig modellje az nem egy mai darab, ugye látszik is elsősorban itt a tetőkiképzésen, az főleg itt a kis illesztési hézagokon, ez ugye egy eléggé régi modellje már a Tillignek, viszont meglehetősen normális áron, 17.000 forint környékén kaphatóak ezek a kocsik, és bizony magyar vonatkozása is rendesen van ennek a járművenek, hiszen számtalan hazánkba bejáró szerelvényben megtalálható volt, ami egyrészt ugye Románia fele közlekedett, de a nyugatra közlekedőkbe, a Dacia-ban, illetve még a Veneziában is előfordult ilyen típusú kocsi. A kocsi teteje az viszonylag egyszerű, összvisz négy darab ilyen kis szellőzőt találunk itt a fülkesor felüli oldalon, és egyébként meg egy teljesen sima valami, ugye összvisz ez a kis illesztési hézak töri itt meg a kocsi tetőt itt a végeken. Az oldalát tekintve ugye hát egy klasszikus Tillig kocsiról beszélünk, nem túlozták el a kis apró részleteket meg egyéb dolgokat, viszonylag egyszerű felépítésű a jármű, az ablaksor is viszonylag egyszerű, tehát ne várjuk el azt a minőséget, mint mondjuk amit egy Acme kocsinál kapunk. A kocsi végek is hát egyszerűen sikerültek, a végzárlámpák azok nem áttörtek, tehát ezek csak így oda vannak festve, hogyha végzárvilágítást szeretnénk bele, akkor bizony ezeket ki kell fúrni, a kis átjáró trepni se nyitható le, illetve ugye ilyen kis műanyagos az egész, az ütközők is fixen be vannak építve, tehát azoktól se várjuk, hogy így mozogjanak mind a mondjuk az Acme kocsijain. Az alváz is, hát a Tillignek a szokásos egyen alváza. Én amit megnéztem, hogy az eredeti kocsihoz képest ez az alváz ez nem teljesen modellhű, az eredeti kocsin a dobozok elrendezése és darabszáma is különböző. Itt valószínűleg a már meglévő alvázat használta a Tillig, nem készítette el ennek a formavariánsát. Ami egyébként itt még van az alvázon, az az, hogy föliratozásra került pár dolog, ilyen kis elektromos jelzések, illetve itt a féknemváltónál van némi festés. Hát nem túlozta el ezt se a gyártó, nem egy Acme. Na, de nem is kerül annyiba. A forgóvázak a GP200-as típusú forgóvázak, ugye a korábban kiadott mávos ilyen halbestattikon és hasonló forgóvázak voltak találhatóak. Hát ez is egy egyszerű kivitel, azért látszik rajta, hogy itt sem olyan részletes az egész történet, mint mondjuk egy Acme kocsinál, de a feladatát ellátja, ugye a fekete színű annyira nem prominens az, hogy most ez egy kicsit egyszerűsítettebb dolog. Annyi sajnos, hogy eléggé ilyen lötyi az egész, szerencsére a pályán azért megállja a helyét, de hát na, kicsit kevésbé passzentos a dolog. Ugye az egyik az teljesen le tudja követni a pályát, ugye a másiknál ott van egy ilyen kis kitámasztó, és akkor azért fogja a kocsit. Érdekes megoldás, de hát a Tillignek vannak ilyen dolgai.
Ő is kurszkuplunggal működik, látszik is, hogy a lépcsőknél itt be van vágva a széle, hogy ez el tudjon fordulni. A belseje kidolgozott, de igazándiból egy teljesen egyszínű, egyszerű belső van benne. Hát utólag lehet szerintem ezt festegetni a vállalkozók, modellezőknek, akik egy picit részletesebb kocsi belteret, illetve világítást szeretnének, de alapból egy ilyen bézs színű, teljesen egyszerű belsőt kapunk. Hogyha nincs benne világítás, akkor úgy még elmegy ez a dolog, de igazándiból világítás beszerelésénél lehet, hogy érdemes az embernek egy kis festékkel segíteni, hogy legalább az üléseket megfelelő színre fessük, és még esetleg a padlónak is lehet adni egy kis színt, és akkor már egy picit javítottunk a kocsin. Hát összességében tényleg nem egy nagy kaland ez a jármű, viszont így amit tud, ahhoz képest mérik az árát is, mondom 17.000 forint körül van egy ilyen kocsi. Nagyon sokféle szerelvényben szerintem felhasználható, akár magyar vonatkozásban is. Bátran besorozható másik járművek közé, annyira nem lóg egyébként ki a sorból, mint amennyire gondolnánk, de azért látszik rajta, hogy egy egyszerűbb járműről van szó. Hát örüljünk neki, hogy a Tillig foglalkozik még normális festésű, meg exakt kocsikkal, és nem csak azokat a fantázia vackokat nyomatja immár H0-ban is, mint amit ugye TT-ben elkövet. Reméljük, hogy lesz folytatása is ennek másik pályaszámmal esetleg. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztetek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!